Dubaj az egyik legegyedibb város a világon. Rengeteg a felfedezni való, és talán az sem meglepő, hogy a sivatagból lett nagyváros ma a bolygó egyik legjobban hozzáférhető városának számít. 2016 óta az Egyesült Arab Emírségekben már az elszántság embereinek nevezik azokat, akiknek speciális szükségleteik vannak, hogy a fogyatékosság helyett a teljesítményre hívják fel a figyelmet. Törvényben garantálják az egyenlőséget és elutasítják a diszkriminációt, a Rashid központban pedig speciális képzést nyújtanak az elszántság embereinek. When I started in 1994, you will see a big difference. 1994-ben kezdtem, azóta óriási változásokon mentünk keresztül. Szerintem a kormány rengeteget tett ezekért a gyerekekért. Abban hisznek, hogy őket is megilletik ugyanazok a lehetőségek és jogok, és mindent megtesznek, hogy megkapják az esélyt, hogy részei legyenek a társadalomnak. Ma már vannak olyan diákok, akik bankokban, hotelekben vagy a kormányzati szektorokban dolgoznak. Ők diákok és küzdenek valamilyen problémával, de ettől még lehetnek függetlenek. Sokaknak Dubaj egy csillogó nagyvárost jelent, hatalmas felhőkarcolókkal, a világ legnagyobb plázáival és turista látványosságaival. De ha valaki itt akar esetleg élni, vagy mondjuk csak körbenézne, akkor vajon mennyire hozzáférhető ez a város a speciális szükségletűek számára? Muhammad Al-Muttawa a fenntarthatóság és a zöld gazdaság vezetője az RTA-nál, vagyis ő a felelős, hogy a közlekedés fenntartható és akadálymentes legyen. Van metrónk, van villamosunk, van buszhálózatunk, és a tengeren is tudunk közlekedni. Ha pedig valaki nem szeretne tömegközlekedéssel utazni, akkor egy előre megtervezett útvonalon, taxival, gyakorlatilag bárhova eljuthat Dubajban, nem gond. Az utazáshoz szükséges eszközöket mind úgy tervezték, hogy az emberek igényeinek megfeleljen, hogy könnyebben lehessen utazni. Rengeteg lehetőség van akkor is, ha az illető kerekes székben ül, vagy bármilyen speciális szükséglete van. Üdvözlöm Önöket Dubaj történelmi kerületében. Mögöttem látható az Al-Faidi Fort. Több mint 300 évvel ezelőtt építették, és ez a város egyik legrégebbi fala. Most pedig megnézzük, hogy az új Dubaj mennyire hozzáférhető bárki számára. Ezt a múzeumot már helyi és nemzetközi szinten is csodálják, mennyire könnyen megközelíthető. Itt az emberek úgy gondolkoznak, hogy törődni akarnak egymással, és ezt mindenki számára elérhetővé szeretnék tenni. Már sokkal függetlenebb vagyok, mint fiatalabb koromban, és nem is lenne fair, ha ezt a függetlenséget elvennék tőlem. Ezt a függetlenséget pedig a szívén viseli a dubai North Star cég is, ahol képzést és karrier tanácsadást nyújtanak a speciális szükségletűeknek. Az inkluzív szervezetek kimutathatóan több profitot termelnek, mint a nem befogadó társaik. Világszerte minden hetedik ember speciális szükségletűnek számít. A munkanélküliségi ráták pedig a gazdaságilag fejlett országokban is elérhetik akár a 70-80%-ot. Kell, hogy ezek az emberek megtalálják a megfelelő karrier lehetőségeket. Mohamed Al-Mullának például sikerült egy remek munkahelyet találni. Ő az Abelház közösségi nagykövete, ahol csak úgy nyüzsögnek az emberek. Azt hittem, ezzel lesz a legnehezebb megbirkózni, de aztán kiderült, hogy sokkal könnyebb lesz a munkám, ha megmutatom, mire is vagyok képes. És itt nagyon jól tudok dolgozni. És azt szeretném, hogy a családom büszke legyen rám, hogy jó ember vagyok, és jól kezelem az embereket, tisztelet teljesen. És azt szeretném, hogy egy jobb világban éljünk. Mohamed egy szigorú bizottság választotta ki, 9-10 vetélytársa volt, de most itt van és beragyogja a teret. Minden szomszédunknak köszön és mosolyt csal az arcukra. Egy ős tehetség. Ő a legalkalmasabb erre a munkára. És már majdnem egy éven nálunk dolgozik. Ez Dubaj üzenete. A tolerancia és a nyitott gondolkodásmód segít, hogy a város egy igazán sokszínű otthona legyen az itt élőknek.